50 darab muskátlival beültetett virágtartó díszíti városunk főutcáját. Az egyedi kezdeményezésnek köszönhetően a László Károly úti óvodától az Alkotmány útig tart a virágos oszlopsor. Néhány hónappal ezelőtt merült fel az ötlet, hogy a Mátyás Király út déli oldalán, ahol régen gömbakácfasor volt, dísznövényeket kellene ültetni, mondta el dr. Fekete Zoltán polgármester. Kiemelte, hogy fákat nem lehetett telepíteni a föld alatt húzódó közművek miatt, viszont folyamatosan keresték annak a lehetőségét, hogy az eddiginél is díszesebb, virágosabb legyen a főutca. Az önkormányzat végül a Széchenyi István katolikus középiskolával közösen tervezte meg a virágtartó kandelábereket. Az önkormányzat saját forrásból biztosította a költségeket, a középiskola tanárai és diákjai pedig legyártották a virágtartókat, amelyeket az elmúlt hetekben ki is helyeztek. Minden évben természetesen ezeket fel fogjuk virágozni, mint most is. 50 darab ilyen kandelláberről van szó, hát most elkezdtük. Egyébként ez a 7-es óvoda sarkától egészen a Alkotmány útig fog tartani ez a virág oszlopsor. Dr. Fekete Zoltán örömét fejezte ki, hogy összefogással sikerült tovább szépíteni a várost.